A Kompország mai vendége Vámos Miklós, József Attila díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető. 1950-ben született a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnáziumban érettségizett francia tagozaton. Elsőre nem vették fel az elte karára, politikai okokból. 1969-ben kéziszedő ipari tanuló volt az egyetemi nyomdában. Ugyanebben az évben felvételt nyert a budapesti jogi karra. A diploma után azonban mégsem jogászként, hanem az Objektív filmstúdió dramaturgjaként dolgozott 1992-ig. Ezután három évig az a Vóvó kiadó igazgatója volt. 88 és 90 között az amerikai Egyesült Államokban élt, tanított több egyetem film és színművészeti karán, majd egy amerikai heti lap kelet-európai tudósítója volt. 1995 és 2003 között már itthon televíziós műsorvezetőként is dolgozott, legsikeresebb sorozata a Lehetetlen című beszélgetés műsor volt. Írt regényeket, színműveket, novellákat, filmforgatókönyveket is. Legismertebb regényei a Zengazének, a New York Budapest metró, az Anya csak egy van, az Apák könyve. Műveiben elsősorban a család és a történelem összefüggéseit ábrázolja, témái nem ritkán önéletrajzi ihletésűek. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgető sportré műsora. Mai vendégünk Vámos Miklós író, és mielőtt belecsapnánk a témába, témákba, uh, mutathatnék olyan magyar hangot is korábról, ahol Vámos Mikról szerepelt a címlapon, hiszen már kétszer adott interjút, és ezekre majd egy kicsit vissza is fogunk uh, térni. De ugyanúgy ezt a műsort hogy a magyar hang szerkesztőségében vesszük föl, ezért uh, uh, talán uh, helyén való, hogyha uh, felhívjuk az olvasók, a nézők figyelmét is arra, hogy már kapható a magyar hang legfrissebb száma. Ez a címlap jól látható, Budaházi György és Csintalan Sándor szerepel rajta. Jelezzük a címlapon is, hogy ők nem közösen adták ezt az interjút, tehát külön-külön beszéltek, de nyilvánvalóan elég pikáns ennek a két szereplőnek a, a, a szerepeltetése. Az újságunkban is azt gondolom, hogy elég érdekes dolgokat mondanak mind a ketten. Magyar írónak lenni jó. Ezt olvastam néhány napja a Facebook oldalán Vámos Miklósnak, és nyilvánvalóan arra utalt erre, ezzel, hogy már megkezdődött a, a könyvhét. Akkor még nem, de most már megkezdődött. Új könyve is jelentkezett a, a könyvhétre, nyilván az e fölött érzett öröm megnyilvánulása Pontosan. volt ez. De ettől függetlenül, mondjuk így a dolgos mindennapokban is, ugyanezt érzi, hogy magyar írónak lenni ma jó? Attól függ kinek. Tehát kezdjük ott, hogy kor szerint ez külön válik. Tehát úgy érzem, hogy beérkezett és ilyen idős, és szerintelenül hozzáteszem, hogy ennyire sikeres magyar írónak lenni, az remek. Pályakezdőnek lenni most borzalmas lehet, ezt tapasztalom is. Akkor volt jó pályakezdőnek lenni, amikor én voltam az de az időszámításunk előtt volt valamikor, vagy a Mohácsi és akkor az újonnan érkezetteket nagy szeretettel fogadták. Most az újonnan érkezetteket nemhogy nem fogadja senki nagy szeretettel, hanem még a megélhetésük minimumáról se tud gondoskodni ez a mostani rendszer, kivéve ha valaki fogja magát és ír egy, úgynevezett bestsellert, ez elsősorban a témán múlik. Tehát De. ha valaki választ egy, egy nagyon ismert rockénekest, mondjuk Mick Jaggert, ugye Brody János nevű nagyon ismert magyar énekes szerint a, a, a nyugger rockénekes az angolul Jagger. De szóval egy ilyenről valaki ír egy könyvet, vagy ír valami politikailag Obszcén témáról, akkor kereshet pénzt, de az nem az ő írói munkásságának a része, ahogy mondani szokták. Én meg valahogy olyan szerencsésen éltem az életemet, ebbe volt sok minden. Tehát voltak nagyon nagy irodalmi sikerek, elképesztő példányszámok. Ez megesett velem külföldi országokban is, ittattam ott, elsősorban Németországban de itthon is, és nagyjából, amióta hazajöttem Amerikából, már pedig akkor 40 éves voltam. Ez fontos tudni, hogy Amerikáig, tehát 36 voltam, mikor úgy hosszabbra kimentem. <kül> Addig ugyanolyan nehézségeim voltak anyagilag, mint mindenki másnak. Én akkor egy közepesen ismert magyar író voltam már, de azért ezerféle dolgot kellett csinálnom. Ez mind irodalmi munkásság volt, csak mint tőm, filmet írtam, hangjátékok. De amióta onnan hazajöttem, azóta eltart az a fajta szép irodalom, ami az én nem csak foglalkozásom, hanem legnagyobb szenvedélyem. És ilyen magyar írónak lenni az kifejezetten jó. Tulajdonképpen most hagyjuk azt, hogy a bölcsészkaroknak mi az elképzelése. De hárman voltunk ilyenek. A harmadik volt a drága Esterházi Péter, ő meghalt és aztán van még Nádas Péter, és hát van Kraszna László, aki kicsit később csatlakozott hozzájuk, de ő is stabilan világhírű. És ezeknek a néhányaknak jó, a többieknek meg van váltakozóan. Azt mondta, hogy a pálya kezdőket ma nem fogadják olyan nem. Eh, szeretettel, vagy befogadó módon, önt viszont még igen. De hát végül is akkor ez a, eh, tudom, hogy ön, foglalkozik <kösz> új szerzőkkel, szokott írni róluk, vagy fölhívja a figyelmet a, a könyveiket. de miért van ez? Tehát, hogy a, ez a mondjuk így a már beérett generáció az konkurenciát lát a fiatalokban, vagy miért nincs ilyen, ha úgy tetszik, generációs szolidaritás az írótársadalommal? Egyáltalán van ilyen Magyarországon, hogy írótársadalom? Már nincs. Tehát atomizáltan élnek az írók, a sikeresek azok ilyen kastélyszerű helyzetben, nem a építményre Igen. gondolok, hanem ugye el Elefántcsontorony? Az jobb szó, bár az elefántcsontorony az azt jelenti, hogy ki se néz a, azokra az írókra, mondták ezt a nyugat idején, akik nem törődtek azzal, hogy egy társadalom is van itt, csak a saját szépirodalmi vágyaikkal. De akkor egy kicsit ez más volt. Tehát akkor hát egyrészt, tehát nem tudom, most szerintem Magyarországon annyi író van, amennyi egy ekkora országban meghökkentő. Tehát ha csak megnézi az ember, hogy hány tagja van a ennek a író, jobboldali író tömörödésnek, amit akadémiának hívnak. És ott persze ez nincs, ez a pénzügyi probléma, mert aki oda tartozik, az havonta a postán kap egy apanást, aztán kész. De ugye a többiek, akik nem, nem akarnak a politikai törleszkedésből megélni, azoknak semmilyen fórum nincs, ahol azt lehet mondani. Tehát én emlékszem, hogy akkor a, a, leghíresebb írók úgy azt mondták, hogy na ki ez a kisfiú, aki ide keveredett véletlenül a párthatározat ellenére. Mert volt egy párthatározat, hogy fiatal író több nem kell. Mint hogyha azt mondaná az óta ember... Van. Igen. Nem, azt mondták, nem. Most ez, ez Acél ezt, ezt hogy már van elég fiatal író. Egyébként prózaíró három volt akkor, a legfiatalabb is 30-on túl. Tehát fiatal író nem volt, csak olyan majdnem középkorú. Ezek közül az egyiknek fontosnak kéne lennie önök számára, mert tudom ugyan, hogy a Kompország az adi, Igen. de egy Simon Fiandrás nevű akkor fiatal író írta az édesapjáról egy könyvet, aki a ortista hadsereg egyik magas beosztású tisztja volt, és ennek az a cím, hogy Kompország katonái. Na és ő volt a fiatal író, az első, akivel megismerkedtem, tehát egy hatalmas testes nagy darab ember volt, Életkor szerint nem, de úgy éreztem, hogy hát mint az apám, tehát ön, olyan féle volt. És akkor a többiek is, de ő is az első nagyon dicsérő kritikát, első kis sovány kötetemről Simon Fi András írta. És akkor mindegyik azt mondta, a kávéházban volt ilyen újírásbaráti baráti találkozó, mindenki elment, tehát a vidéken élők is. Tudom, ott ott aki soha sehova nem ment el, néha az is elment oda. És akkor mindenki az oda lehetett menni, és nem az volt, hogy így néztek, hogy ki vagy te rövid, nadrágos, hülye alak, hanem azt mondták, Vámos, jaj, olvastam egy novelládat. Engem nagyon sztárult az új írás nevű, sajnos megszűnt havilap. Évi négyszer jelentem meg ott. Na most 12 szám volt egy éve, de. tehát ez az egy Vámos túltengés volt. De ezt csak azért mondom, hogy innen ezek a kollégák na te most mit csinálsz? És ha az ember, hát nem volt még, nekem írógépem is csak később lett, vagy volt, de akkor épp nem. És így vitt egy dossziéba a munkát, na mi van ott a hónod alatt? Hát nem néhány novellák, hogy oda nyúltak, kivették, megnézték. Vettek egy ceruzát, átjavítgatták. Volt egyikük, aki az első oldalt rendszeresen összetépte. Az nem kell. Ez kosztolányi tanácsa egyébként, hogyha írsz egy novellát, első oldalt tép össze. Én ehhez hozzáteszem, tehát mindig térjünk a lényegre, ez azért? igazuk van. Hozzáteszem, mert amikor úgy neki lát az ember, van az az írói tollaszkodás, de az nem kell a végébet kihúzni is lehet, nem muszáj összetépni. De én azt mondom, az utolsót is összeérdemes tépni, és középről is egyet-kettőt. Tehát az csak minden húzás csak használ. Igen. Ugye említette, hogy ugye onnan indultunk ki, hogy olyan, hogy magyar író társadalom jelen pillanatban nincs. nincsen. De korábban akkor ez még annál is rosszabb helyzet, vagy kérdés persze, hogy egyáltalán kell -e, hogy legyen ilyen, hogy rég, régebben azt mondtuk, vagy úgy, az, olyan érzésünk volt, hogy, hogy ilyen szekértáborok vannak. Tehát... Most is vannak szekértáborok, csak az a helyzet, hogy a kormányhoz közeli szekértáboroknak a részvényei magasan jegyzettek, és a többieké meg süllyed. Tehát mondjuk volt ilyen, hogy szépírók társasága, amelyik egy örlei körből alakult, ugye az olvasottabbak tudják, hogy az örlei az ottlik figurája és a valóságban barátja. És akkor, amikor, hát ezt nem lehet másképp mondani, amikor antiszemita hangok hangzottak el az írószövetség egy elnökségi tagjától, akkor fogta magát Parti Nagy Lajos, aki, akinek a legjobb a morális érzéke szerintem, mit közülünk, és kilépett. És akkor mi követtük azonnal, de sokan. Tehát mondjuk akkor kiléptek az írószövetségből, amelyeknek egyébként olyan több ezer tagja szokott lenni, mert özvegyek, ugye nem csak írók vannak ott, hanem kritikusok, irodalmár, egyetemi tanárok, meg mit tudom én, de az aktív prózaírók és költők java az kilépett. Tehát ha csak azt mondom, hogy Szabó Magda, akkor az említett partinagy, Závoda természetesen nádas esterházi, és mind beléptek ebbe az újonnan alakult szép társaságába, és annak akkor még komoly jelentősége volt. Tehát amikor volt a, voltak ezek a pénzosztások, akkor mindenkinek a képviselője ott ült. Én magam is voltam az egyik zsűri elnöke hosszú évekig, és én nagyon ügyeltem rá, de akkor még nem volt ez, hogy akadémia, meg mit tudom, hogy minden irányzat kapjon eleget. Nem, engem az úgy nem nagyon érdekelt. Na de most már ennek a szépírók társaságának a jelentősége sajnos közelít a nullához. Én történetesen ki is léptem belőle, mert egy konfliktusba keveredtem, és erről nem fogok beszélni, csak akkor nem álltak ki mellettem. És úgy éreztem, hogy ha annyit nem tesz meg ez a társaság, hogy kibocsát magából egy kommunikét, hogy velem, aki Hát az őrlei társaságnak nem voltam alapító tagja, de a szépírók társaságának, amikor az a átalakult, akkor igen. Ha ennyit nem teszem, akkor minek legyek én ott? És én ott mindenfélét dolgoztam, szerveztem három őszi ilyen könyvünnepet, és akkor, de azt is abba már addigra, és akkor úgy gondolom, akkor én nem akarok ennek a társaságnak a tagja lenni, ha úgyse áll mögém. De nekem ez ismerős érzés, tehát soha semmilyen szervezet nem állt mögém, és azért azt a, az obszcén dolgot el szeretném mesélni, hogy amikor Kertész Imre a rendszerváltozás után egy-két évvel, konkrétan a csurka miatt, aki szintén íroszöldsége elnökségi tagja volt, és erős antiszemita, most próbálják szépíteni, de hát el lehet olvasni, tehát ezek makacs tények. És akkor Kertész Imre, mint Auschwitzot megjárt kisfiú, kilépett, és én megszóltam a barátaimnak, most nem akarom őket megszégyeníteni névvel. Szóltam, hogy gyerekek, lépjünk ki mi is, ne hagyjuk az imrét egyedül. És az imre akkor még nem Nobel-díjas volt. Egy ilyen, most ez nem hangzik jól, de egy ilyen kis a valósághoz nem nagyon értő, kicsit szerencsétlen, de nagyon kedves figura volt. És akkor gondoltam, ne, ne legyen már az, hogy a kis kedves csetlő botló kilép, az nem számít, lépjünk ki többen. Mondták, igen, igen, de nem történt semmi. És én akkor is, akkor kiléptem. És akkor nem sokra rá, jóka Janna lett az íroszövetség elnöke, aki felhívott, és azt mondta, hát, miklós, most már ez ne vegyük ezt már komolyan, már Imre visszalépett, hm. akkor én hadd tekintselek téged tagnak. Mondtam, jó, de semmilyen papírt nem küldött erről. Ezek értékeltem, hogy ezek szerint tag vagyok. És akkor másodszor, tehát kétszer ugyanabból a folyóból kilépni, úgy látszik lehet. Igen. Egyébként az érdekes, hogy Kertészimre, ha már ő szóba került, most úgy tűnik, hogy a, a jelenlegi hatalom kormány számára egy, egy fontos személyiség, hiszen van olyan intézmény is már, ami az ő emlékét ápolja. Ez van. mégis valahol egy utolagos elismerés. Nem, 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 nem. Ez egy, ez egy financiális megfontolás. Végül is ő az egyetlen magyar Nobel-díjas. Egyelőre én mindig nagyon reménykedem, hogy Nádas vagy Krasznahorkai egyet csak megkapja mert úgy ott vannak az előszobában tényleg, és minden évben emlegetik őket, néha a svéd újságírók elpöttyentik, hogy na hát, nagyon nekik áll az ászló, és most Nádas egyel előbbre lépett, meg kapott egy komoly kitüntetést Svédországban, ott nagy ünnepség volt, megjelent újra svédül, és az előfeltétel, tehát aki akármekkora író lehet valaki, ha svédül nem jelent meg, akkor nem kaphat Nobel-díjat, mert ez a szabály. Na, és akkor ebből gondolták, hogy majd pénzt csinálnak. De hát ez olyan dolog, mint a szocializmusban. Ha az államnak volt egy csavargyára, az sose ment. Akkor ha valaki ellopta, vagy privatizálta, ami hát ezek rokon megoldások, attól kezdve jól ment. Mert az állam nem tud üzemeltetni semmit. Ilyen értelemben egy ilyen intézetet se tud üzemeltetni. Rátenyereltek a kertész jogaira, és aztán vagy nem adják ki, vagy rosszul megy. Amíg a magvető adta ki, addig azért hát váltakozóan voltak kicsit gyöngébb könyvei úgy élete végén, de azért a kertész úgy ment, és ők azt akarták, hogy majd ők. De nem. Az, tehát ez olyan dolog, mint hogy írót se lehet kinevezni, kiadót se lehet kinevezni. Ezek a dolgok úgy kialakulnak, vagy hogy számomra kedvesebb igét használjak, teremnek. Igen. És olyasfajta szolidáritás sincs, sincs az írók között, mert nekem eszembe jutott egy olyan emlék, ő, hogy amikor Kertész Imre a sorstalanságért megkapta a Nobel-díjat, akkor pontosan Csurka István szerepelt a televízióban, és egyébként, hát nyilvánvalóan ők igen-igen távoláltak egymástól a fentiekből is, mert azt gondolom, hogy ezt Magyarországon nagyjából mindenki tudja, de hogy erről a műről meg a kifejezetten elismerően nyilatkozott, tehát mint író a másik íróról így beszélt. Hát ezt én azért is örömmel hallom, mert én két kritikát is írtam Csurka könyveiről, amikor fiatal voltam, és nagyon tetszettek, Ezek, ez két novellás kötet volt. Igen. És eszembe jut az is, hogy Csurka Istvánnal kapcsolatban, és nem fogunk leragadni nála, csak hát éget, kérdés, hogy, hogy, sokan azért méltatlannak gondolták azt is, hogy ugye neki voltak a Kádár korszakban is olyan időszakai, amikor úgy, úgy, szilenciumra ítélték. Tehát. És, ugye amikor megtörtént a rendszerváltás, akkor sokan panaszolták azt. Nem tudom, hogy ezt ön jogosnak tartja, vagy lát el mögött valami fajta ilyen tudatos törekvést, hogy az ő színművei, amelyek között azért vannak elég jelentősek is, azt nem játszották egyszerűen 90 után, vagy nagyon-nagyon ritkán játszották, hogy mögött tulajdonképpen egy politikai megfontolás volt másik oldalon. Nem hiszem. Az irodalom az elavul, vagy nem. És a csurka dráma irodalma, ami akkor nagyon jelentős volt, én is nagyon szerettem, hiszen kiment belőle a két sav, mert már nincs ott mögötte az, hogy hát ő azért hogy kicsit rendszer. ez egy korhoz kötött. Én úgy gondolom, de ezek hosszabb távon derülnek ki, tehát 50 év múlva gyűjünk össze ugyanitt, akkor majd meglátjuk. Hát megpróbáljuk. Igen. Amit elmondott az alapján, nekem az az érzésem, hogy ön egy magányos Író. Most a magánt úgy, úgy értem, hogy az, ha nincs író társadalom, akkor ezt a írói tevékenységet, és most nem az alkotásról beszélek, majd beszélünk nyilván arról is, hanem az írói létet ezt így magányosan éli meg. És most megint csak nem arra gondolok, mivel mondhatja azt, hogy látott ott vannak az olvasók, én most nem erre a részre gondolok, hanem hogy akkor a, akkor a magyar író igazából csak saját magára számíthat. Miért a magyar író, minden író, az uruguayi író is csak magára számíthat, meg az olvasóira esetleg? Igen, hát úgy, azt nem tudom, hogy ott, 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 ezek a dolgok hogy működnek, de az biztos, hogy valahol azt említette, hogy, hogy most ugye nagyon nehéz a pályakezdőknek a helyzete. Igen. Végül is ez a megfelelőnek a toposznak, amit Magyarországon a, az íróról, meg a, különösen a költőről gondolunk, tehát ismerjük ugye a csokonait leginkább, hogy hát ugye az is bolondaki aki poétának megy Magyarországon, hogy valahol ez a világ természetes rendje akkor? Szerintem nem, tehát gondoljunk Arany Jánosra aki komoly megbizatásokat kapott, akadémiai főtitkár, vagy talán elnök volt, most talán nem emlékszem, egy intézmény volt. Vagy gondoljunk a 20. századból a Kosztolányi Dezsőre, aki nem úgy élt, mint sokonai Tehát ez úgy van, hogy már mondtam ezt, hogy mindig vannak írók, akik úgy sikeresebbek, és a többi meg nem. Az a hogy az író legyen tüdőbajos, szenvedjen és ugorjon a vonat alá. Az egy bizonyos íróra vonatkozik, ráadásul arra, akinek valamiféle pszichológiai betegsége vagy nehézsége van. Igen. Kanyarodjunk vissza oda, ahol indultunk, tehát a, a könyvhétre, ahol ugye a Sánta kutya címmel, e, már meg, tudom, hogy meg volt már a hivatalos bemutatója, de hát nyilván ott lesz a dedikálás, ott ismeri meg igazán a közönség ezt a művet. Úgyhogy én is ilyen teljesen, e, ha idézőbe, tudatlanul e, kérdezem, hogy e, miben más ez a könyv, mint az összes többi. E, olvastam, hogy ön beszélt arról, talán a nekünk adott egyik interjúban is, hogy nem szereti azt, vagy arra törekszik, hogy minden műve ugye más legyen. Ez ilyen közhelyesnek hangzik, de tudom, hogy vannak olyan írók, akikről azt tudtuk mondani, hogy, hogy egy hangszeren játszanak, de az virtuóz módon, tehát itt talán Mándíván termítette nekem mondjuk még Krúdi Gyula is e, eszembe jut, aki azért igazán magas polcon van teljes joggal. de azt mondja, hogy, hogy, hogy mindig minden művébe akkor egy kicsit más hangszeren eh, szeretne játszani. Ez a mű, ez miben más, mint a többi? Mi az, ami, ami, ami elválasztja az életműben? Hogy hát, kiválasztja? Ugye sokféle... Az az igazság, hogy én 16 nagy regényt írtam. A nagy regény nem eh, becs szempontjából nagy, hanem hát vastag. Igen, igen. Na most az elég sok. Tehát nagyon sok... Eh, író nincs, akinek van 16 nagy regénye, még Jókainak sincs. Neki van regénye, de azok ilyen kicsit vékonyabbak. Na most a 16-ot három csoportra lehet osztani. Ez, ez, nem az én dolgom volna, de most erre a kérdésre csak így tudok felelni. Van néhány történelmi regény, kevéske. De mondjuk az én rangsorom szerint van három. Tehát a leg Leginkább az, az az, apák könyve, amelyik hát az volt a legsikeresebb könyvem, és az ugye 300 év történetet. tehát ebből látjuk, hogy történelmi regény. Aztán van a még súlyosabb eset, a hatjuk dala, amelyik 2000 év története Pécs környékén. Az igazán történelmi, de nem regény, tehát az inkább rege. Mert különálló fejezetek vannak, és nem ez van ráadásul az időben a jelenből haladunk a nulla felé, és nem az van, hogy egy család, vagy ismerősök, hanem különböző emberek, csak az köti őket össze, hogy mind magyarok. Tehát ez egy kicsit olyasmi fajta regényben, mint mondjuk az ember tragédiája. Tehát, hogy végig szalad a magyar történelmen, fordított irányba, tehát rükvercben, az is egy történelmi regény. És a harmadik, amely pedig egy klasszikus történelmi regény, ez a Sánta kutya, mert azt a lehetetlen ötletet vettem a fejembe, hogy én megírom a magyar történelem 20. századát. Mert ugye számomra az a legfontosabb, én egy 20. századi magyar író vagyok, hiába vagyok itt már 23 éve a 21. században, de mégis gondolkodásomban, hagyományaimban, ideáljaimban én a 20. század embere vagyok. És akkor választottam egy hőst, és ezt nyugodtan elmondhatom, hogy faludi Györgyről mintáztam, pedig egy nő a főszereplő. De aki emlékszik faludi Györgyre, ő azért az utolsó 30 évben úgy nézett ki, mint egy öregasszony ezzel a hajviselettel. Mellesleg úgy is nézett ki, mint Albert Einstein, de az is úgy nézett ki, mint egy öregasszony. Ők egyébként ismerték egymást, de ez nem tartozik most ide. Persze én választottam egy nő, női szereplőt, és a női szereplőt azt különböző idős hölgyekből gyúrtam össze. És azt akartam valahogy bemutatni, hogy milyen élete lehetett egy nőnek a 20. században, ha nem halt meg ideje korán betegségben, kínzókamrában, balesetben. Nyolc fejezet van, és minden fejezet úgy indul, hogy az olvasót egy kicsit idézőbe becsapom, mert mintha egy másik nőről lenne szó. Mondok egy példát, az első fejezetben svábikus mondatokkal beszél, mert sváb környezetben él egy árvalány. Második fejezet elindul és őzik, mint szögeden. De azért, mert akkor oda kerül nevelőszülőkhöz. Mindegyikben más a neve. Vannak gyerekkori becenevek, akkor van az igazi neve, férjezet név, megint a saját neve. Tehát ez nyolc különböző néven fut, az utolsó fejezetben például, amikor már igazán idős, tehát akkor olyan faludi korabeli, ott oti néninek hívják. Nem tudom, tudja mi az oti, de majd én megmondom, az STK előnye, elődje volt itt a fiú, mely jutom Na, Értem. és akkor én ezt a női sorsot akartam a XX. században, és az én érték értékítéletem szerint Ebben a könyvben sikerült a legközelebb menni a falhoz, tehát amit szerettem volna kifejezni, ahhoz eléggé közel áll az eredmény. Száz százalék ugye nem tud lenni, mondjuk a háború és békét tagsállom 90-re, ezt a sántakutyát meg úgy 80 fölé, mondjuk 82-83. Igen, és az utókor majd ezt nyilván pontosan hát, eldönti, hogy... Igazából minden olvasó el tudja dönteni. Ez is igaz. De az olvasók azok mindig azt mondják, így van az erős sorrend az én munkásságomban, azt mondják, hogy apánk könyve, anya csak egy van, Zengazének, az ének, akkor kis tanácstalankodás. Az igazán olvasottak jönnek novellás kötetekkel, mint a bár, aztán jön a New York-Budapest metró néhányaknál, az főleg azoknál, akik valamelyest járatosak az Egyesült Államokban, mert ott én az amerikai élettel próbáltam egy kicsit úgy játszani, meg a szándékosan mondom, hogy amerikai nyelvvel, mert az egyáltalán nem azonos az angol nyelvvel, a british angol nyelvvel. És akkor, az, akkor van, örülök mindig, ha valaki a szita kötőt szóba hozza, mert az a nemzedékem regénye, de még van több, én számomra igen fontos a legközelebb majd sikerül, amelyik egy férfi barátság története. Kilenc éven át, kilenc fejezet van, és mivel az egyikük hangmérnök, aki szép, lassan a kilenc év alatt megsüketül, ezért Beethoven szimfóniáit vettem alapul. És minden fejezet egy Beethoven szimfónia az is a cím, és a megfelelő tételek szerint mennek, és ha az egy gyors tétel, akkor én igyekeztem gyors szöveget írni, ha táncos tétel, akkor táncos szöveget, ha lassú tétel, és így tovább. A, ugye a hatodik, az történetesen az az én kedvencem, a 6. hatodik szimfonia, amik egy ilyen rurális, tehát falusi környezet, azért ott falusi helyre mennek a hőseim, szóval így. Na most lelövöm a poént, nem lehet a zenét megírni. Pedig én úgy írtam, hogy azt a tételt hallgattam rogyásig, amelyik fejezetet éppen írtam, de nem. Tehát vannak a prózaírásnak akadályai. Én már többször ütköztem ilyen prózaírói falakba, de ez volt a legnagyobb keserűség. Megjegyzem, a legközelebb majd sikerül, ez egy Beethoven idézet. Ő ezt mondta, ha a zenekar hamisá játszott. Tehát ő csak akkor ismételtetett, ha nagy ívek nem voltak meg. Na most azért mondta ezt, hogy legközelebb majd sikerül, mert nagyon ócska zenekarok voltak, tehát ezek ilyen műkedvelő zenészek. Ugye a koncertek nem a zeneakadémián voltak, hanem rendszerint valami nagyon gazdag ember kastélyában, és a gazdag ember többnyire beült első hegedűsnek, vagy amin játszott. Így. És elég sok dolog Beethovenről azért úgy benne van. És aztán van még egy dolog, amit senki nem vett észre. Tehát az én könyveim tele vannak ilyen kis pici játékokkal, de ezt nem kell észrevenni. Magamat szórakoztatom, ha szabad így mondani. Az isteni színjáték, Dante, az ugye csak később nevezték isteninek, Dante csak színjának, komédiának nevezte. Három nagy részből áll, és minden rész utolsó szava az, hogy csillag. Erre én a beethoven regény, minden, mind a kilenc fejezet utolsó szava az, hogy csillag. De én különböző értelmekben az egyikben az, hogy sok jó autó van, de csak a Mercedes elején van csillag, mondjuk. Na, és ez egy játék volt, és senki nem vette észre, és nem is kell észrevenni, de én tudom, hogy ott van. Kritikus sem vesz észre? A kritikus az... Tehát Magyarországon megszűnt az elemzés, tehát vagy vannak ezek a recenziók, ami nem bírálat, hanem csak olyan jegyzet, az angol szászok úgy mondják, hogy note, there was a note erről és erről a könyvről. És hát nem, tulajdonképpen itt mintha megszűnt volna az irodalom elemzés. Persze van néhány szerencsés kollega, mint Nádas, akiről teljes könyveket írnak, de nekem azok, én elolvasom, de azok sem olyan tetszenek. Van egyébként olyan, itt nézzem most azt mondom, hogy műértő, tehát akár úgymond hivatásos kritikus, akár olyan írótárs barát, akinek a véleményére úgy adt. Tehát, hogyha Persze. rosszat írna valamiről, azt mondaná, hogy hát ez most nem volt jó, akkor az úgy fájna. Ugye a legfontosabb ilyen jellegű ember az én életemben, azt tudják, hogy Márton László, aki egy derék pályatárs, fordító, színműíró, regényíró, csak valamiért az olvasók nem vesznek róla a tudomást. Ezt nem lehet megmondani, hogy miért. Csak sajnálkozni tudok. De ő az a speciális ember, aki a, a legolvasottabb magyar író, tényleg. B, ő, ő nagyon boldogan elolvassa a megjelenés előtt. Igen. És amit mond, azt igyekszem teljesíteni, és amikor nem, akkor nagyon megbánom. Mondjuk Mondok egy példát. Igen. Van ez a Szita kötő című regény, ami egy nyolc tagú baráti társaság egész életét követi, hat éves koruktól, hat évesen vagy körülbelül hat évesen találkoznak egy úgynevezett hízótáborban. Ilyen volt fővárosi gyerekeknek 56 után vidéken, hogy kis napfény, kis élelmiszer, tej. Ott összetalálkoznak, és attól kezdve, aztán nyári táborokban, ilyen úttörő, meg mit tudom én, és elhatározzák, hogy az egész életünkben így lesz, és néha eltelik húsz év a fejezetek között, de mindig egy nyaralást szervez, egy buzgó, és akkor ott találkoznak. És akkor eljutottam az utolsó fejezetig, de akkor tájt, hát ugye saját nemzedékemről írtam, és amikor ezt írtam, tehát, hogy, hogy én hány éves vagyok, az ennél fogva meghatározta ezt. És ott még nem voltak elég öregek, hogy Már pedig egy nemzedéki regény úgy kell, hogy záruljon, hát akkor mi legyen. Akkor először megpróbáltam úgy átírni, hogy egy tíz évvel megöregítem őket, de nem ment. Tehát az élmények, akkora, ment volna, de akkora áldozatokkal, nem éri meg. És akkor előre dobtam az időt. Tehát az utolsó fejezet az a jövőben játszódott, és akkor az utolsó fejezetre már csak ketten maradhattak életben. Nagyon örvendeztem. De ez a jövő, ez volt 2026. De hát akkor az nagyon-nagyon messzi már tűnt. 2026 majd újra ezt megjelentetjük, mert ez mégiscsak egy érdekes szituáció, hogy utolérte az idő a, a jövőt, de azt még elmesélem, hogy kitaláltam benne, hogy 26-ra lesz egy empató nevű eszköz mindenkinek. Ez részben szemüveg lesz, részben kontaktlencse annak, aki bírja, és az minden lesz. Tehát ne, telefon, televízió, számítógép, pulzus számláló, tehát egy darab kontaktlencse. És akkor egyszer az Angliában a fiaim négy évig ott tanultak, de ez más is három évvel lezárult, és vártam a vonatra egy kis vasútállomáson, volt egy büfé, előtte állt egy tábla, és krétával olvasom, hogy azt írták rá, hogy contactless payment. Tehát contactless se fizetés. Na, mondom. <laughs> Ez itt megvalósult, de sajnos félreolvastam, ahogy szoktam, és contactless payment volt. Tehát egy hitelkártyával úgy lehet fizetni, hogy csak úgy. Erre az az ige ott, hogy swish, hogy mindegy. Ja, Imént említette, hogy ö, kifejezetten 20. századi embernek, írónak ö, gondolja magát, bár amit most hallottunk, az már eléggé túlmutat hát a jelenen. Ö, ö, és más is eszembe jutott, ugye a, olvastam, hogy talán ősszel fog megjelenni egy, egy, egy ilyen dupla mese ö, könyv, ha jól tudom, tehát a Szív és Lélek, és hogy annak az illusztrálását azt a mesterséges intelligencia segítségével készítik. És azért ez egy, azt is olvastam, hogy ez Magyarországon ez egy újdonság, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen még nem volt, hogy ez, ez, ez azért már nagyon-nagyon 21. századi, tulajdonképpen már a korát megelőző, legalábbis Magyarországon kezdeményezés. Ennek az ötlete hogy jött, és egyébként ez, ez beválik-e, bevált ez, a, ez, a, ez, az elgondolás? Ugye ezt még nem tudom, meg kell várni, míg megjelenik. De az történt, hogy ez egy bájos dupla mese, az egyiknek az a címe, hogy szív, másiknak, hogy lélek, és az egésznek az a címe, hogy, hogy szív és lélek. Azért van ez, mert volt egy Zengazének című regény, egy kis fiú történt -e, de 1956-ban. És az úgy kezdődött, hogy nincs szebb könyv szívnél és léleknél. Ez egy ima vezetője, amit Angelika néni nevű volt apácsa olvas neki, aki ez titokban. Ne, itt arra És ez nekem nagyon tetszik ez a mondat. Az az imakönyv is tényleg igazi imakönyv, máig megvan. Gondoltam, hogy írok egy mesét a szívről, egyet a lélekről, mert én biztos vagyok benne, hogy az a húsdarab, ami mindannyian tudjuk, hogy milyen a szív, kezdjük ott, hogy nem ilyen alakú. Ilyen alakú valamilyen állattalán krokodil szíve, de én biztos vagyok benne, hogy nem ott vannak azok az édes érzések, a szerelem, a barátsága, nem tudom, testvéri szeretet, amit oda képzelünk. Nem, az valahol máshol kell, hogy legyen. És azért én kitaláltam, hogy ez hogy van. És abban is biztos vagyok, hogy amikor ülök kicsit ilyen megszállott állapotban, és próbálok prózát írni, az nem az agynak nevezett ilyen dióbél formájú, szintén húsdarab, nem tudom mást mondani. Nem, van, kell, hogy legyen valami más. Na, erről szól a mese. És ezt a két szervet egy orvos professzor próbálja gyógyítani nanotechnikával, tehát ilyen kis babszem alakú izéket küldözget az emberekbe. És ezek a babszemek mesélik el a meséket, a sorsukat, a mindent. És akkor ehhez nagyon illett az, hogy a tervező, akit egyébként Földi Andreának hívnak, egyszer csak fölhívott, és azt mondta, mit szólnál hozzá, ha én mesterséges intelligenciával csinálnám ezt? Tehát mondtam, jó van, Andrea, ahogy gondolod és akkor betáplálták a teljes szöveget, és az kiadott kicsit, mint az Art Deco olyan stílusú rajzokat, ami hozzám egyébként is közel áll. És akkor a kiadó közzétette ezt a saját honlapján, hogy na hát most mit csinálunk mi, és hihetetlen elutasító e-mail áradat, vagy üzenet áradat jött, hogy menjen a kiadó a francba, és ennél durvábban mondták. Na most azokat az üzeneteket, amelyekben a köcsök szó szerepelt, azt törölték. Én ezt nem helyeslem, tehát én demokrata vagyok, az ellenvéleményt tűrni kell. De hogy elveszi a tervezők munkáját, most ez elég nagy hülyeség. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogyha egy kiadó azt találja ki, és nagyon sok kiadó találja azt ki, hogy egy létező festményből indul ki, amikor megtervezi a moritót, hogy akkor elveszi a tervező munkáját, mert azt már megfestette a Michelangelo, vagy akárki. De hát ez nem így van, ez egy megengedett segítség, ráadásul, és azt mondják, hogy mert, mert már arra is sajnálják a pénzt, hogy ehelyett ez több lett pénz, mert azért is fizetni kell. Igen, de talán azért vannak ilyen heves reakciók, mert ugye azért most korunknak az egyik leg. Komolyabb vitája, ami ugye mindenhol zajlik, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez, ez, ez jó vagy rossz, hogyan befolyásolja a mi életünket. És nyilván egy ilyen döntés, ezt sokan egyfajta állásfoglalásnak is tekinthetik. Hogy akkor Vámos Miklós azt mondja, hogy a, nem kell félnünk a mesterséges intelligenciától, és igaz, itt, itt tulajdonképpen egy segít, segédeszközként használják, de ugye sokan attól félnek, hogy hogy ez úgy, úgymond az emberiség fejére nő ez a technológia, és akkor az egy, az egy, az egy beláthatatlan következményekkel járó folyamat lehet. Én azt is mondom, hogy nem kell félni a mesterséges intelligenciától, mert az tulajdonképpen egy hihetetlenül erős és fejlett számítógép, amit emberek hoznak létre, emberek irányítanak. Kicsit olyan ez, mint amikor a sziléziai takácsok összetörték a szövőgépeket, mert úgy érezték, hogy attól van az ő bajuk. De nem attól. Vagy amikor a, nagyon jól emlékszem erre, erről én csak olvastam, tehát ez bőven megszületésem előtt volt, hogy amikor a mozi elkezdett hivatásosan működni, ugye hogy működött, kávéházakba kivonultak egy ilyen géppel, és ott vetítettek. Igen. És akkor írtak a színházasok, a akkori polgármesternek, hogy tiltsák meg, hogy a mozisok egynél több előadást tartanak, mert mi színházasok csődbe megyünk. Aztán mi lett belőle? Nem, hogy nem ment csődbe a színház, hanem a mozi az egekbe repítette, mert a kezdetleges mozik azok arról szóltak, ugye, hogy színi előadást egy stúdióban fölvettek. Tehát még csak nem is egy külön, később vált külön, mi a film. Aztán jött a televízió, akkor a filmesek hisztériáztak. Tehát mindig minden újtól szeret az emberiség félni. De én az az alkat vagyok, aki örömmel üdvözlöm, Például, amikor először kiderült, hogy én ezt használhatom, azt ugye nem tudtam, hogy az magyarul is tud, bár sejthettem volna, ha olyan intelligens. És akkor rögtön a számítógépbe oda mentem, és azt mondtam, szerbusz, ki vagy te? Azt mondta, én vagyok a mesterséges intelligencia. Mindez angolul zajló. Nagyon örülök. Olvastad az apák könyvét? Mire azt felelte? Nem olvastam az apák könyvét. Mire én? Miért? Mire ő? Olvastam az apák könyvét. Egy izraeli szerző műve ez, jött egy izraeli név, az írta, és utána jött az én apák könyve című regényemnek a tartalma. Akkor megnéztem, az tényleg van egy olyan izraeli szerző, tényleg írt családregényeket, de ezt nem. És úgy hívják, hogy az izraeli Faulkner. Na most ilyen a mesterséges intelligencia, tehát kell a mi segítségünk. És ezáltal, hogy én így beszélgettem vele, megtudta, hogy az apák könyvét egy Vámos Miklós nevű magyar szerző írta. Tehát ha valaki más rákérdez, már fogja tudni. mit tanítjuk Őt. Minden egyes használó. És elég jól lehet vele játszani, tehát mindenkinek ajánlom. És akkor egyszer a fiam elhaladt az egyik ott a dolgozószobán, amikor ezt csináltam, és aztán mivel foglalkozom? Mondom, játszom a mesterséges intelligenciával. Tudod, mi az? Tehát ne vicc, az osztálytársak ezzel írják az eszéket. Hogy tudják? Hát, hogy beírják, kérünk egy eszét Madács Imréről, és valamit kiad. De hát itt már ez már pontosan azt jelzi, hogy, hogy, ez nyilván egy olyan, olyan dolog, ami nem biztos, hogy jó. E, tehát nyilván most Vámos hát Miklós regényt ne írjon a mesterséges intelligencia. Próbálja meg. Ha tud, írjon. <laughs> Igen. E, egyébként le belegondolni abba, hogy, hogy ugye nagyjából 50 éve van a pályán, ha jól számolom, tehát egy fél, Igen. fél évszázad, és azért az olyan techni technikai változások történtek, amelyek ugye máskor ugye sok évszázad alatt, vagy a idő alatt sem Igaz. történnek. Tehát amikor elkezdte az írást, akkor nyilván mondjuk maximum írógéppel lehetett dolgozni. Ez egyébként mennyire befolyásolja, vagy befolyásolja egyáltalán, hogy ez tényleg csak egy technikai kérdés, az írói folyamatot, az alkotásnak a folyamatát? Ez egyáltalán nem technikai kérdés, hanem tartalmi. Kezdjük ott, hogy ugye kézzel írt az ember. Igen. Annak voltak határai, hogy hányszor lehet átírni. Ugye Tolstói háború és békéjét a szerencsétlen felesége, akire annyi rosszat írtak különböző rosszindulatú emberek, az háromszor leírta a gyönybetükkel a háború Nem. és békét. Igen. Tehát már ezért kéne kapnia egy pályaudvar. Tehát kéne, hogy legyen egy Tolstóiné pályaudvar Moszkvában. De nincs. Na, aztán jött az írógép. Amikor az írógépben én ilyen javítgatós vagyok, akkor legépelte az ember, és úgy kellett, hogy ezzel a legnagyobb sortával, hogy közé lehessen golyostól javítgatni. Mikor az betelt, rá lehetett csiptetni egy papírszalagot, és arra lehetett javítgatni. Úgyhogy egy oldal ilyen vastag lett a végén, és egy regény. Ennyi. De az egyébként. És akkor jött a számítógép, ahol korlátlanak a lehetőségek. Tehát nem, az nem csak sokkal jobbá teszi az ember képességeit, hanem például az, arra is módot, Nyújt, hogy említettem ezt a hattyúk dalát, És az ugye jelenből elindul a múltba, de az, az igazából egy rege. És akkor én biztattam az olvasónak, az olvasót a fülszövegbe, hogy ezt én úgy írtam meg, hogy fordítva is el lehet olvasni. Tehát a múltból elindulva a jelen feladat. És nagyon haboztam, hogy ne az legyen. -e. De a számítógép nélkül nem tudtam volna kipróbálni, mert a számítógépben egy 20 perces munka volt a fejezeteket fordított sorrendbe, oda másolni és elolvasni úgy. Na most azért nem maradtam annál, mert az utolsó fejezetben van egy számom, az én megítélésem szerint egy nagyon nagy poén, ezért el sem mondom. És ha az van elől, akkor szóval csak emiatt hagytam ezt a sorrendet. De ezer ilyen dolog van, hogy dolgokat ki lehet próbálni, meg meg lehet új változatokat készíteni a régiből, és ez nekem már csak azért is nagy segítség, mert valahányszor egy régi könyvem megjelenik, én mindig átírom. És akkor mindig van egy új mentés, tehát hogy a régi azért maradjon meg, és akkor ide teszem, oda teszem. Szóval a számítógép remek dolog, és a mesterséges intelligenciát biztos be lehet majd állítani arra például, hogy egy szövegben, ahol két jelző van, ott állj meg. Mert hát, ha nem kettőket csak egy, de egy jobb. És a három van egyet, okot ki kell húzni. És ez most csak egy példa volt, de nagyon sok mindent tud a, az, az, olyan számítógép, amilyen ma van nekem, mert ugye én Commodore 64-esen kezdtem, az alig tudott valamit, de ezt az is tudta. Igen. Ugye a Idézte valamelyik interjúban, hogy talán a New York Times a családi élet krónikásaként jellemezte az ön életművét, és talán az apák könyvében éreztem ezt legerőteljesebben, hogy, hogy az a kérdés vetődött föl bennem, hogy a történelem az tulajdonképpen itt az emberi sorsok háttérdíszleteként jelenik meg ezekben a művekben, vagy egy olyan erőként, ami újra és újra, hát inkább negatív módon befolyásolja az emberek életét, tehát hogy beletapos az életükbe, és hogy igazából a szereplők, a hősök csak elszenvedő, elszenvedő de nem alakítói ezeknek a folyamatoknak. Ugye a történelem jelen van, tehát nem lehet olyat írni, még egy egyperces novellát se, hogy ne legyen ott mögötte. Én azt mondanám, hogy én, ez a családi élet krónikás ez nagyon bájos, és főleg nagyon jól hangzott akkor, persze az apák könyvével kapcsolatban írták, de én inkább szociálpszichológiai indítatású író vagyok, ami azt jelenti, hogy engem Engem egy ember is érdekel, de nem írnék róla. Tehát engem az érdekel, hogy az az ember egy másikkal milyen kapcsolatban áll, és ott mi történik. Tehát engem az ember érdekel kis csoportban. Most a legkisebb csoport, ugye, az egy ifjú pár. De az is egy csapat, egy csoport. Egyel nagyobb a család, már van két gyerek, netán van egy nagymama. Aztán, ha egyel följebb megyünk, akkor a nemzetség, és az apák könyve az tulajdonképpen egy nemzetségről szól. Tehát, ha még tovább megyünk, akkor mondjuk lehet egy város. Az is egy ilyen embercsoport. És aztán itt van a magyar nép. És ugye a hatjuk dalában azt a kisé titkolt ambíciót dédelgettem, hogy a magyar népnek megírom valahogy egy ilyen furcsa történetét. És az érdekel, hogy egymással hogyan bánunk, mi történik akkor, ha egy ember kimond egy kedves szót, a másik viszont utálja? Ez egy egyszerű színpadi szituáció. Ezért legfontosabb olvasmányaim voltak életemben a szociálpszichológia alaptankönyvei, főképpen Ilió Tarunson nevű szociálpszichológus összes munkája. Az egyiket én is fordítottam magyarra. Ennek a rábeszélő gép címet adtam, mert az eredeti címe az volt, hogy propaganda, az angolul nem egyértelműen negatív szó, és az alcíme az volt, hogy élni és visszaélni a rábeszélés művészetével. Akkor gondoltam, hogy rábeszélő gép jó lesz az. És az egy beszeller lett itt Magyarországon, noha ez egy tankönyv egyébként eredetileg. De én abból olyan sokat tanultam, hogy aztán Amerikában meg is ismerkedtem az Taronszonnal, azóta többször találkoztunk, máig levelezünk. Amerikában említette is, hogy több évig élt, tanított. Igen. Egyébként az a soha nem betűdött fel önben, hogy tartósan máshol él, mint Magyarország? Dehogy nem, hát egyszer disszidáltam Franciaországba, ahogy akkor mondták, csak aztán vissza kellett jönni, mert nem engedték ki a akkori feleségemet a lányommal, aki még nem volt egy éves. Tehát az túl nagy ár lett volna, hogy öt évig, most nem látom őket. Vissza, így, így visszatakarottam, visszatakarodtam, mint vert Amerikában pedig azzal, az véletlenül adódott ez az ösztöndi, de azzal az elhatározással távoztam, a 86 volt ez, hogy én soha többet nem jövök. És ott Isten ilyen beilleszkedtem, ugye tanárként, újságíróként, kicsit filmíróként, remek volt ott minden, csak éppen összedőlt a szocializmus. És mint Ágika Janikovszki évában, júj, ezt már megnézem. És hazajöttem. És én egyáltalán nem bántam meg, mielőtt megkérdezné, mert ha nem jövök haza, akkor a munkásságom java el se készül. Ott kint én csak angolul próbáltam jönni. De angolul szép nem tudok. Tudok újságcikket, színdarabot, tehát olyasmit, ahol a ahol nem annyira fontos az, ahogy Karinti mondta, hogy ki tud jól magyarul. Azt, hogy beteg, azt, aki tanul magyarul, azt tudja, de azt, hogy breteg, azt nem tudja. Na, az ilyeneket azt én angolul hiába erőlködöm, nem tudom. És most van egy nagyon édes fordítónél, hol másod, mint Portland, Oregon államban, ugye annál távolabb, pont alig, talán Hawaii. És neki látott fordítani most, csak így magától különböző könyveimet, hármat lefordított, és most odaadta annak, aki engem képviselt, tehát mondhatnám, hogy ügynökömnek. És hát szóval többet erről nem mondok, de lekopogom, mint a féle Látta a fordítást, a szöveget ismeri? Igen. És elégedett vele? De én azt nem tudom megítélni. Tehát azt tudom, hogy jól olvasható, de hogy ez mennyire irodalmi, hát ahhoz nem tudok hozzászólni. Mi szokta utasítani azt, ha arra célozgatnak egyesek, hogy hát, hogy ön az előző rendszerben, tehát a 90 előtti rendszerről beszélünk, tulajdonképpen egy ilyen, az a rendszer úgymond a tenyerén hordozta, hogy ez ez egyáltalán nem így volt. De most arra gondolok, hogy ugye van például a Palaszpósta című műve, ami ugye a 80-as évekből üzen a Mának, hogy egyébként az akkori, Viszonyok, és a mostani viszonyok között mennyire lehet párhuzamoságot vagy megfeleltetéseket találni? Én azért szoktam visszautasítani, mert én rendőrhatósági figyelmeztetést kaptam. Álljanak elő azok a kritikusaim, akiknek van egy ilyen. Ráadásul abban az állt, mint büntet, hogy az ön eszméi államellenesek. Ez le van gépelve, és pecsét Igen. hatóság aláírta. Igen, kizártak a kizből. Ez azért egy vicces adat, mert később kisz kaptam. És különböző ellenfeleim szokták ezt emlegetni. Na, de hát kis díjat kapok. Csak hogy a kisz az volt a helyzet, hogy volt egy, egy életkori határ. Most már nem emlékszem, hogy 30 vagy 35. És már mindenki megkapta, aki befért be, És így én is sorra kerültem. De ekkor is ki voltam zárva a kizből. Ugye sose vettek vissza nem vettek fel a bölcsészkarra a különböző politikai ügyek miatt. Ezeket a politikai ügyeket én csak úgy részben, tehát én ne, tulajdonképpen nem csináltam semmit, csak egy gerilla együttes nem zenekarban írtam először ilyen elég gyönge a vietnámi háborút ellenző dalokat, később meg rátértem a magyar belpolitikára, és azt nem tűrte az akkori hatalom. Ráadásul jóban voltam egy Haraszti Miklós nevű emberrel, akinek az életpályája közismert, most már szinte nem is létezik, mint magyarországi tényező, de annak idején a, ennek a bizonyos szerveződő magyar ellenzéknek az egyik oszlopos tagja volt. És őket nagyon figyelték, kötközképpen engem is volt egy komoly dosszié a belügyben. Több barátomról derült ki, hogy rólam jelentett, már akkori barátomról. Na most ezek után ha valaki azt mondja, hogy én a rendszer kegyeltje. Voltam, az hülye. De ez nem baj, mindenki mondjon, amit akar. Az engaz az ének című viszonylag Igen. fontos regényemet a Magvető úgy dobta ki, hogy a, és kérdeztem, hogy nem javíthatnám ki? Nem, ezt nem lehet, ez politikailag elhibázott. Jött az 56-os tematika. Hát 56-56, na hát 6 éves voltam, 56-ban meg akartam énni. Na nem, nem hagyták. Tehát az, hogy én egy dédelgetett szerző voltam, az nem igaz, eltűrt szerző voltam. És nekem az teljesen megfelelt. Na most én úgy érzem, hogy ma is egy eltűrt szerző vagyok, mert a, azokon a helyeken, ahol eldöntik, hogy ki mit kap, pénzt, kitüntetést, kritikákat, mit tudom, azokon a helyeken én nem tartozom a karácsonyfán lógó legszebb díszek közé, de ez engem már egy csöppet se zavar. Régebben zavar, de most már úgy vagyok vele, hogy ebben a korban ez már egy erény. Tehát amim van, és amekkora sikereket elértem, azt én értem el. Hát igazából nem, nem is függ ezektől a, a dolgok. Nem hála Isten, de ez ez, 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 sors ajándék, tehát függhetnék éppen. De valahogy olyan ügyeseket léptem, meg mindig függetlenítettem magam anyagilag a szépirodalomtól. Ugye azt is mondta, hogy mostanában egy interjúban, hogy egyik, úgymond táborhoz sem tartozik, erről már beszéltünk, Igen. de az egyik az folyamatosan ilyen nyilakat lődöz önre. Igaz úgy nagyjából sejtem, hogy melyik lehet ez, és kicsit uh, uh, ér, értetlenül is fogadta ezt, és én nekem benne lenne er egy megfejtésem, hogyha megengedi, uh, hogy pontosan az a múltbeli dolog, amit említett, tehát ez a polbít korszak, mert hogy ugye ott két irányban is lehetett, vagy lehet uh, úgymond ellenségeket szerezni, vagy ellenézéseket kelteni. nyilván az akkori rendszer egy idő után ezt a fajta tőle független lázadást azt nem tolerálja. Ugyanakkor ezt úgy is lehet értelmezni, hogy, hogy ez egy fajta olyan, mondjuk baloldali gyökerű lázadás volt, ami, ami a rendszert is bizonyos értelemben balról támadta, tehát nyilván a mai jobb oldal számára ez ez, 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 épp olyan elfogadhatatlan, mint mondjuk az a rendszer. Jó. 15 éves voltam, mikor a gerilla együttesbe beléptem, és 19 évesen elvittek katonának. Jön. Én egy gyerek voltam, most elmúltam 70, most felhánytorgatni, hogy mit csináltam középiskolásként? Ez elfogadható? Szerintem ebben a kérdésben benne van a válasz, tehát hogy. Hát akkor. Egy életművet azt, azt maga teljességében kell megítélni, tehát nekem ez kicsit ugyanarra emlékeztet, mikor ő a talán még nem hangzott el, ugye Spiro, Györgynek van ugye egy mondata még a 80-as évekből, ez a dult keblű magyarokról, és amikor őt valamilyen érettségi Hát akkor legyünk Jönnek már megint a mély magyarok a szarból, Igen. a Spiro kollega. Igen. És, ő sokan, és igaza volt. Ő, igen, de azért azt gondolom, hogy önnek van egy olyan életműve, hogyha ez esetleg ez a mondat valakinél kiver egy biztosítékot, az azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, hát azért nem hiszem, hogy ez alapján kellene őt megítélnie. Hiszen Ó, akkor de őt nem is macerálják már e mondat hát miatt, amikor valahogy átjutott. Egy olyan vita, amikor amikor talán érettségi tétel volt, vagy ilyesmi, és Na, akkor, akkor én olvastam olyan cikkeket. Jó, de ő most már áttörte volt. ezt a falat, tehát őt nem macerálják. Én valahogy ilyen egész évben vadászható vad maradtam, de ez jó. Ide lőjetek, fiatalok. De ez azért is érdekes vagy furcsa, mert egyébként őről azt is szokták mondani, hogy sőt, saját maga is mondja ezt saját magáról, hogy egyébként a politikai dolgokban nem nagyon látja vele magát, tehát nem az a, hogy mondjam, folyamatosan petíciózós, aláírós, nem. közért, közterekre kiálló típus. Tehát most Petőfi 200 van, mondjuk nem egy Petőfi típusú költőről, íróról beszélünk az ön esetében. Hogy miért van ez akkor? Hogy miért haragszanak rám annyira? Hát, hogy ez úgy tűnik, hogy hogy ha nem, nem is áll ki senki, tehát hogy, hogy nem áll oda egyértelműen egyik oldal mellé sem, de mégis legalábbis az egyik oldalról megkapja ezt, akkor tulajdonképpen egy kicsit ez a. Ez a József Attila is sori teszem eszembe, hogy miért legyek tisztességes, miért lenne Jó, lenne de most a József Attila az egy kicsit másra vonatkozik. Én mondok egy másik megfejtést. Igen. Tehát ez a Polbita régen volt, hogy jó. Az, az... Igen. Nem hiszem, hogy ez e... kevés. Én egy született kívülálló vagyok. Tehát mindig egyedül, vagy mondjuk így, hogy magányos bozótharcos, és az gyanús miért áll az ott egyedül, miért nem támad, vagy miért nem védekezik, miért nem csinál valamit, miért nem jön át az áruk egyik oldalára, miért nem megy át a másik oldalára. Itt valami gyanús. Biztos pénzeli egy nyugati alapítvány, vagy az olyan gyanús, ha valaki semmivel nem foglalkozik, csak írja a saját regényeit, és én ilyen vagyok. És meg kell mondanom, hogy a magyar irodalomban azért, amikor ilyen listákat írnak, hogy ki, micsoda, akkor az nagyon számít, hogy kinek, kik a barátai. Én, nekem meg nincsenek ilyen irodalmi, nem is barátaim, szövetségeseim, Sose foglalkoztam ezzel. Én úgy mindenből próbáltam mindig kimaradni, és az gyanút kelt. Gondoljon vissza a saját osztályára. A gimnáziumban. Igen. Ott is mindig voltak ilyen maguknak valók, akik úgy nem. És azt a többiek rögtön kiközösítették. Pedig az nem csinált semmit, csak nem akart állandóan bratizni, törleszkedni, oda menni. Na most én ilyen voltam gimnazistának is, és ilyen vagyok. Embernek is, következésképp írónak is ilyen vagyok. Teszem a dolgom, és nem foglalkozom azzal, hogy ki mit szól ehhez. Én egyébként a, az engem szidó kritikát is nagy figyelemmel elolvasom, mert ez ugyan hülyeség, amit írsz, gondolom magamba, de hát ha valamiben igazad van, hát ha tanulhatnék belőle. És ez nem szimpatikus. Az se szimpatikus, hogy én sose panaszkodom. Sose panaszkodtam. Életem nehéz helyzeteiben félre vonulok, mint a sebzett farkas. És ez se. Azt szeretik, ha oda megy, és én nekem most ez a bajom, figyelj csak, segítsél, adjál, csináld, húzzad, vonjad. De én ezt sose csináltam, és nem is fogom. Tehát az én életeszményem az az, hogy egy felnőtt férfi felelős a tetteiért, a megélhetéséért, a családja eltartásáért, és nem kell kuncsorogni ösztöndíjért, meg nem ítélem el azt, aki azt teszi, csak én. Én nem, nem, csinálom ezt. És múltkor egyszer egy vidéki fellépésen valaki azt mondta, hogy én vagyok a magyar irodalom Paul mccartney -a. Nagyon büszke voltam, mert én egy Beatles rajongó vagyok, és valójában tényleg az van, tehát ha valahol megjelenek egy Este, akkor hirtelen egy nagy terem megtelik. És nem én csinálom, tehát én nem, nem kezdem kérlelni az emberiséget, semmit se csinálok, csak úgy létezem. És ezt szeretném folytatni mostantól a számomra kirút eh, időtengely végezetéig. Igen, um... Jól emlékszem, az utóbbi években egyszer volt, amikor felemelte a, a hangját, hogy a Demeter Szilárnak volt egy ilyen rendkívül szerencsétlen és ízléstelen e, kijelentése itt a e, Európa gázkamráját akarja, ugye, Soros igen. György e, megvalósítani. E, szintén nekünk, ad, a, nekünk adott interjúban mondta azt, hogy a, azt nem gondolná szerencsésnek, hogy az írók mondjuk a saját ügyükben mozduljanak meg, és azért álljanak ki, hogy mondjuk és a legtöbb ösztöndíjat kapjanak, stb. stb. Bár most egyébként nyilván a kulturális szférában lehetne itt mozgolódni, most hallom, hogy a mondjuk így a független színházaktól most éppen úgy nagyjából elvesznek minden Igaz. forrást. De azt mondta, hogy, hogy, talán érdemesebb, ha már megmozdulnak olyan ügyekért, amik, amik, nem az írókról szólnak, hanem mondjuk az ápolókról. És most példa, igen, és most mondom, hogy most például itt van ez a, ez a tanár, pedagógus vita, tiltakozások, státusztörvény, egyebek. Ebben nem érzi úgy, hogy úgy határozottabban meg kellene szólalni, vagy úgy gondolja, hogy úgyis nagyjából mindenki tudja, hogy mi erről a véleménye. De úgy érzem, csak egy kicsit ebben benne van, hogy ha fölhívnak, Igen. vagy elhívnak, vagy megkérnek, akkor én csinálom. De magamtól nem. Tehát én író vagyok, nem fölszólaló. Igen, értem. Lassan lejár a műsoridőnk, és hát egy dolog, egyáltalán nem beszéltünk ugye a televíziós Azt műsorokról. Egyébként meglepődtem, amikor, amikor így készültem a műsorra, hogy, hogy ezek a műsorok tulajdonképpen. Nem nem egy, olyan, nem egy olyan hosszú időt öleltek föl ugye nem. a televíziózásban, mégis azért sokan emlékeznek rá, tehát van. Egy, van egy korosztály. Ez egyébként ez egy ilyen, ön is egy ilyen mellékes tevékenységnek tartja, vagy ez az élete főművéhez képest ezt egy nem is másodlagos, hanem sokadlagos történés? Hát ez kiegészítő sport volt, mondjuk é. így, de a fő sportom természetesen nem ez. Én azt kaptam egy felkérést, nem tudtam neki ellenállni, és úgy éreztem, hogy ezt én másképp fogom tudni csinálni, mint akik szokták. Ezt azt hiszem be is bizonyítottam, ezt mondhatom dicsekős nélkül, de ez hét év volt az életemből, és nagyon sok egyéb év volt. Zárásként eszembe jutott az, hogy a, nekünk adott interjúban azt is mondta, hogy az ordas eszmék a végén mindig elbuknak. Ja. Ezt ma is így gondolja? Egészen biztos vagyok benne. Hát azt egy... nem mondtam, hogy mikor. Igen, én azért valami még kiegészítő kérdésem, hogy ugyanakkor ezzel állíthatjuk azt, hogy hát azért mindannyiunknak egyetlen életünk van. Egyetlen élete van. Tehát Ez hát hit, hit életi kérdés. kérdés. Tehát ki tudja? Értem. Azt mondom, hogy egy végszónak is pompás. Nagyon szépen köszönöm hogy eljött, hogy ránk szánta az idejét, és nagyon sok sikert kívánok a jövőben is, és hogy még nagyon sok könyvvel örvendeztesse meg az olvasókat. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és biztatom, hogy, biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A jövő héten a Kompország új jelentkezik. A viszontlátásra!